Na csá, szevasztok gyerekek! Üdvözöllek Bence, Mizu is! Nem sok minden, meg vagyok, én is köszöntök mindenkit. Sziasztok! Ez neki lehet pakolni így a izai talpait, ez jó lesz ez a tátra. Na, hoztunk kettő járművet, az előző az szerepelt az előző részbe is, vagy itt az MTZ, és hoztunk egy ilyen 8-15-ös tátra, ha jól tudom. Talán. Igen, egy 8-15-ös tátrát. Igen, hogy autentikus legyen. Én kettő darab pótkocsival fogok menni, és a mai részbe kitaláltuk, vagy kitaláltam, vagy rávettem Bencét arra, hogy legyenek ilyen legyen cél! Legyen cél, ne csak össze-vissza csináljuk a dolgokat, úgyhogy a mai cél, gyors megmutatom a mapon, az, hogy el fogunk menni, fölveszünk egy tégla szállítmányt, és azt megpróbáljuk elvinni a faluba, mert ott szükség van rá, és felszabadítunk kettő darab tornyot. Úgyhogy ez a mai projekt. Ez vagy sikerül, vagy nem. Úgyhogy ez így fog menni. Mész előre, vagy menjek előre? Megyek majd előre. Annyi, hogy szerintem fogjál át a pótokkal. Rajt vagyok. Mármint fordítva, hogy a benzines legyen hátul. Mert? Mert a téglát le kell majd kötni. Uh-huh. És azt csak úgy tudod, hogyha közvetlenül rá vagy fogva. Ja. Hát ott majd átfogok, mert ezt úgyis akkor az a terv, hogy megtankolom magunkat ott, és akkor ott hagyjuk azt a pótot esetleg, vagy valamit majd kitalálunk. Vagy akkor cserélek, csak akkor tudunk egyet tankolni, hogyha rajt vagyok most. Oké. Jó, igazából ennyi. A másik meg egy reflektál arra, hogy legyen célunk. Nem voltam úgy nehéz rávenni, hogy legyen célunk, tehát tanultunk egy olyan részbe, ami nem ment ki. Igen, volt. Az előző rész az egy ilyen nagyon csapodár volt. Gyakorlatilag mindenbe belefogtunk, amit megláttunk a mapon, semmi értelme nem volt így a résznek, nem volt se eleje, se vége. Aztán inkább arra gondoltunk, hogy legyen egy ilyen... egy külön epizódonként is élvezhető legyen a sorozat, de egybe is egy koherens egész legyen. Úgy, mint vannak ilyen sorozatok, hogy külön is, mint a Sliders, tudod? Igen. Külön-külön is van egy... van egy sztori. Hú, ez a két pótkocsi, ez lehet erős lesz. Mi akartam kérdezni, hogy biztos, hogy egy kis 82-esre akkor szűnt? Én nagyon élem ezt a 82-es. Valaki írta kár, hogy nincs nagy kombinos verzió. Az a vicc, hogy Cabrio verzió meg van belőle. Azt mondja, hát megy az, nem? Mennyire lesz? Mit érzel? Mit érzel azzal a Tátrával kapcsolatban? Egyelőre megy. Egy kicsit... én daru nélkül próbáltam ki azt, úgy jobban ment, hallod? Igen, én hittem neked és hagytam benne alapon mindent. Bencének mondtam, hogy szerintem ne nagyon változtasson semmit a tátrán, mert tök jól megy. Csak akkor, amikor kipróbáltam, még nem volt rajta egy tisztodás. Egy 20-tonnás daru. Igen, egy 20-tonnás daru. És utcai kerekekkel képes volt bejönni a sárvát. Én mondtam neked, hogy legalább terepkereket legyen. Ne, terepkerék van rajta. Az van? Ja, igen. Azt hittem, hogy ilyen izé. Ilyen slick. Slick gumikkal jövök. Nem, amúgy tudom mi a baj, hogy daru van rajtam, vannak lábaim, az is elakad, izé. De tudom mi a jó? Ebből is jó a duda. Az a jó, hogy így még mindig így is effektívebb vagy, mint én ebben a sárba ezzel az MTZ-vel, két pótkocsival. Na, akkor itt balra kell majd mennünk, ugye? Igen, megjelöltem, hogy hol fogok elakadni, mert ott szerintem így el fogok akadni, hogyha ennyire nem megy. Ja, kész tények elé állítottam Bencét, hogy na, itt a tátra, ezzel kell majd boldogulnunk. Mi tört? Elakadtak izéd a talpad. Aha. De izé, csipog, amikor durál. Vagy amikor tolát. Tolát. Ja, amikor tolát, akkor csipog, igen. Jó az. Egyébként a belsejét nézted? Nem, jó. Nagyon szép. Amúgy, végignéztem. Tudom, mire hajaz? Na. FS15-ben volt egy ilyen modod. Nagyon arra hajaz. Látszik az akutöltöttségi visszajelző. Index visszajelző, minden. Hát ez egyébként a 90-es, még 90-es években markáns, meghatározó képe volt, vagy része volt az utcaképnek,
De még mindig szoktam látni ezt a tártát én az utakon. És ezt azért gondoltam, ha végignéztem az összes modot, meg szerintem Bence is rajtam függetlenül is. Egyébként nagyon mész azzal, basszus, csak lehet, hogy magas, nem fog ezt felbarulni. Ne vonzunk be ilyen borulásokat. Hát azt én nem fogom MTC-vel felállítani. Itt akarsz bevenni ebbe a mocsárba? Itt kell átmennünk. Én erről nem megyek át ezzel, biztos. Ja, hogy itt kell átmennünk? Hát ez, erre nem gondoltam. De én sem, mert meg is akadtam. Megzavartál. Megakadtál? Egyébként ennek az MTZ-nek meg akkora füstje van, hogy úgy kell fordítanom a kamerát, hogy nem látom. Lásdom az MTZ-t, mert ha úgy fordítom, egy ilyen nagy füstpavacs. Meg jó, hogy volt annyi eszem, hogy egy offroad váltót azért tettem bele, mert nem hiszem, hogy annyira OP lett volna alapváltóval. No problemo, megyünk. Egyébként ez az MTZ-nek többet eszik, mint nem is tudom. 100-on eszik 200-at. Úgy jó, hogy hoztunk benzint, mert... Igen, kell. Én is laza 13 literekek itt befögök el. Jó az, megtankolunk, aztán majd utána akkor cserélek. Egyébként rohadt jó ez a talajfizika. Mindig azt mondom, hogy a farmingba kell ilyen, de nem biztos, hogy kell, mert akkor lenne egy szenvedés. De ebben a játékban ebben nagyon adja. Gyönyörű. Meg főleg, ahogy csillog a sára, hogy hüha! Hüha, valami történik ott elől. Minden oké, csak újra tervezések vannak. Egy kicsit az a nyomvájú az... biztonsági kötést teszek a fára, hogy nehogy én fölboruljak. Én hülye belemegyek ám abban a nyomvájúba? Majdnem. Két portkocsival szépen az MTZ elevickéja. Valaki? Egyébként reflektálva a farmingos izére. Hát ugye Season 8-ban van olyan küldetés, ahol földet kell művelni. És ott tényleg kell földet művelni? Igen, meg kell kurtizni, utána vetni, meg lealatni a figyelj, itt a tégla, hallod? Igen. Vigyázz, most ne boruljunk bele. Eddig olyan ügyesek vagyunk. Akkor én átfogok. Várj, megtankoljalak? Hogy annyira ezt nem... meg tudom én is, tehát igazából lecsatolod az... Igen, annatól... miért itt már így megy? Úrra jó. Na várj, akkor nem tudom, hogy... Az egyiket azt itt hagyom, a portkocsit. Ezt följebb viszem, mert visszük tovább ezt is szerintem. Hát, hogyha szükség lesz rá. Ez a portkocsi az mennyire lesz lefixálva, hogyha én leakasztok? Begurul az erdőbe, vagy nem? Ha nem megyünk neki, nem. Akkor jó. Akkor nem menjünk neki. Jó. Egyébként nagyon autentikus, nagyon realisztikus ez az egész, nem? Tehát jó, nekem én nagyon élem. Hát... Te annyira nem? Most itt éppen annyira nem, azt a pótot hagyd itt, az... Jó helyen van? Én jó helyen vagyok. Ja, itt szeretnéd megoldani a helyzetet? Hát én úgy érzem, hogy ez az egyetlen egy olyan biztonságos talaj, ahol talán nem borul meg. Aha. Jó, hát de figyelj, oda... Hűha, előd ez... Nem kis pályázó azzal a tégla. Ezt nevezik téglának itt egy falu helyen, vagy mi? Igen, ez ilyen kicsi tégla amúgy. Ja tényleg, jaj, aha. Azt a betyár, a kabin, ugye a hipofogom az... És ilyenkor ezt ilyen jól csinálod. Nem megőrülök, hallod. Ugye, mondom, első részből betanultam a kis Volvon, mert amúgy ez... rágoogliztam, az szerintem Volvo, amit én... találtam. Akkor jól mondtam. Várjál, pak kargó gondolom. Igen. Hát az király. Ennyit kell vinnünk? Ennyi volt? Igen. Hát ez nagyon cool. Szerintem menj előre, mert lehet, hogy eltévedek. Tudd neki! Megyek! Egyébként amit nem töltöttünk fel részt, amelyik ilyen... Se eleje, se vége. Én is iszonyatosan pro módon darúztam, megtanultam. Nem borultam fel egyáltalán. Kétszer ült bele a daruba, mind a kétszer fölborult ja, vele. Igen, ez történt. Meg felszabadítottuk a harmadik... nem világító tornyot, mi az? Igen. Watchtower, itt fönt egyébként fel lett szabadítva. Egyébként körülbelül annyi történt az egész részben. Ami érdemi volt, onnantól borultunk.
Várj, én csinálok egy reggelt, vagy egy nappalt. Remélem nem Ne fog csinálj eltörni. reggel, szerintem jó az így. Ó, már mindegy. Már mindegy. Legyen olyan, hogy esőt pörgetünk át. Csak. Éjszakát nem. Hát meg nagyon éjszakát. De még ilyen naplemente az oké, nem? Oké, rendben. Jó. Mert amúgy erősek a fényszórók. Igen, szuper. Valaki írta egyébként, hogy pont arra kellene figyelnünk, hogy pont a modolt járművek nem realisztikusak, hanem nagyon OP-k. Azt nem tudom, láttad -e. De szerintem láttad, mert válaszoltál is. Láttam, mert válaszoltam már ki, hogy hát mi pont arra próbálunk figyelünk. Azért izéni, kiszűrni. Most bele is nyugtunk, tehát Kipra azt mondta, hogy hát ez a tátra, ez OP. Hát első nagyobb sárba sikerült majdnem elakadnom a darúval vele, szóval hú, én belső nézetbe megyek, nagyon adja. Azt a betyár. Ez a szűk erdős rész, hát ez brutális. Meg itt előttem a tátrával szenvedsz. Azért ilyen helyre lehet, hogy nem menne be a paraszt a tátrával, nem? Lehet bemenne, de nem jönne ki. Ja. Kár, hogy nem lehet kiszállni a gépből. Az még egy nagyon jó feature lenne, hogy mondjuk a csörlőt úgy kellene felraknod, tudod. Hogy elhúzdod. Azt a betyár, itt van sár, nem? Jól érzem, mindjárt ezt is. Ahogy még itt dagasztom egy kicsit. Két pót kocsival az erdőbe, tök jó. Az se jó, hogy túl OP gépekkel vegyünk. Azért jó ez a félig figyelj, én most rajta. Egyáltalán nem érzem magam OP-nak. Nem érzem. Figyelj, hát ez tök, de realisztikus. Hát így. Szenvedne szerintem egy ekkora darú egy ilyen erdőbe. Sőt, még viszont lehet az, hogy így lóba megyek, szerintem ennél nagyobb tempóval itt nem közlekedne épesző ember. Amúgy igen, nyilván. Mert lehet bírna az automata váltó, de nem belek átkapcsolni. Széthullad az egész jármű. Ez itt, te tudod az utat? Tudom mit? Most ezért megnézem, de egy izé hike-ba, vagy egy highway-be csapjad föl, hallad? Igen, ha követjük ezt az utat, akkor kijutunk egy fűrészpalomhoz, és onnantól konkrétan el tudunk menni a toronyhoz. Ja, akkor tökéletes. De a falut azt útba kell, ja? Vagy, a falu az tornyon túl lesz. Az még a tornyon túl lesz, jó. Egyébként igen? Ként én a Maprenőt használom, azért tudom ennyire, hogy mi merre lesz. Te itt van valami? Látom. Mi az a rend? Ez egy mentősküldi lesz. Aha. Vagy ezt a Scout Fredbenet kell visszavinni. Merre, valahova. Merre kell egyébként, nem tudod? Ma mindjárt megnézzük csak. Mert útba esik, akkor vihetjük magunkkal. Még utána rakasztjuk. Igen, hát nekem úgy nagyon kell. Ez a tolatásnak a hangja? Aha. Nagyon nem kell félreugranom, ahogy látom. Jó, ez hallod, bírj ez a tátra. Jó ez. Meg figyelj, tök jó, hogy van rajtad ez a daru. Tök jó, hogy van rajtad ez a daru. Mert a keréknyomás, így, vagy így a talajra ható nyomás jobb, nagyobb. És jobb a tapadás. Ezért figyeled ezt a taktikát, hogy a lábbal tartom magam. Igen, látom. Mondjuk most már el is akadt. Két pótkocsival garnéva. Ez a kép is. Minden... Szerintem te jobban be tudsz menni oda. Megnézzem? Igen, csak fogadd el, mert én nem biztos, hogy borulás nélkül megoldanám. Én meg vazza. Így nagyon betúrtam magam a sárba. Ajaj. Hogy a két pótkocsival ide bemegyek. Ajaj. Nyomunk egy izét. Én nem tudok csörlőzni ugye most. Dupla pót miatt. Vagy várjál? Próbáld meg azt, hogy átszeded magad. Másik oldalra. És lehet, hogy én elcsipem így.
Na, megnézem. Vihetjük. Vihetjük? Arra kell vinni? Falu fele? Ugye a falu van a toronytól balra, ez meg jobbra. Hát akkor tökéletes. És akkor igazából én már nem tudom vinni, akkor nem tudom, kire maradt, hogy hoznia kell. Tippem nincs. Én ide belefúrtam magam, úgyhogy egy kicsit most itt hagyjuk a portkocsit. Viszont nagyon nagy mákunk van, hogy az MTZ Scoutnak számít, mert ezt csak te fogod tudni leadni. Igen? Igen, mert a Scout flatbedet csak Scout járművel lehet ezt, felvenni. Ezt így fogod vinni? Ne? Hogy? Figyelj, fel is emelhetem oda a ruha, de... Várj, hagyd szedjem össze magam, mert a pótkocsi ugye... magamra kell csörlőznem. Ki volt az a hülye, aki két pótkocsival akart jönni MTZ-vel? Nem tudom. Ez jó, jó lesz. Ez saját fogad ötlete volt. Jó, hogy felraktam a kiforgatott kerekeket az MTZ-re, már 6-szor felborultam volna egyébként. Hogy viszi azt a platizét, pótot? Itt nagy a sár. Készülj fel! Jézus Mária! Ha esetleg egy hengerfej repülne, akkor az az enyém lesz, jó? Oké. Okay. Volt hasonlóban részem, hogy MTZ-vel ilyen erdős részem már néhány körülbelül ez nagyon adja, ez nagyon, nagyon életfű. Hát tudom, megy a taktika. Muszáj. Te hallod, fogjál rá izére a majd a, az elejére ennek a tótnak. Azt akkor megfordul. Hát most az elejét nem érem el. Ja, oké. Ajajajajajaj. Na, csak kijött. Oha. Meg jó, hogy nem sérülnek a pótkocsik. Na, szuper. Basszus. Mi a baj? Egyre rosszabb az út. Igen? Legalább van kihívás. Figyelj, hogyha valami nagyon nagy baj van, akkor majd kihúzlak. Jó. Lehet. Beszorultam. De? Hov? Mi történt? Hát a két talpa megakadt, nem ér le a kerék. Csörlő? Most meg az egyik talpa kiragadt. Hoppa, van darud is, ne vicceljél. Még hogy nem érzed magad OP-nak. Az olyan, mint egy Jerry card, basszus. Ó, de nem jó, nem érzik. Ezért meg van csinálva, hogy ne lehessen a darú végével. Jaha. Basszus, az egyik, vigyázz, mert az egyik talpad kín van. Mozgass meg, mert meg beragadt. Azt a plató... Ja. Azt a pótot föl kellett volna dobni az én platómra. Menjek segíteni? Megvagy? Hát lejjebb húzom a pótot, hogy lejjebb tudjál jönni. Aztán én itt megkilátok egy műveletnek. Milyennek? Hát, hogy megpróbálom kiszedni az elejét. Ne menjek segíteni? Lecsatlakoztatok, aztán meghúzlak valameddig.
ameddig jobb lesz. Ja, mondjuk izé van, jó van, oké van. Arra megyünk? Igen, erre megyünk. Csak vigyázz ki, legalábbis én úgy látom, hogy az egyik talpa kint van. Nálam benn van mindegyik. Akkor jó, oké. Ja, meg valaki kérdezte, hogy miért nem ketten húzunk tárgyakat. Mert a játék nem engedi, ugye. Hanem csak egy dologra egy ember csörlőszert akasztott rá. Igen. Ne legyen ma olyan hú de könnyű. Pedig az tök jó lenne igazából, meg realisztikus is lenne. Csak hát igen, most két traktorra is kirángattuk volna. Viszont ez az MTZ, ez így egy ilyen, nem is OP, nem is nagyon szar, ez ilyen tök realisztikus, ideális. Jújjúj. Ő mindig nagyon messze van a kiút innen. Nagyon jó haladunk, túl jól is. Legközelebb nem... Úgy érzed? Nem ilyen OP járművekkel kell jönnünk, hanem... Egyébként raktam be izét. Rotokapát. Hogy ha esetleg túl könnyűek a küldetések. Akkor tudjuk azzal is. Ilyen Robi kapa, rajta pótkocsival. Komoly. Sérülni nem sérültél? Nem. Ó, ez bírja. Hogy ezt a pótot, ezt hogy húzod, ez vicces. Na, kijöttünk valami tisztásra, ugye? Hát, inkább mocsára. Ja, eléggé veszélyesnek tűnik. Egyetlen hátrány, hogy rajtam van ez a daru, és a ágakba megakadok. Nos. Merre? Mi a terv? Hát szembe kéne átjutni. Oda, arra a nyelvre, nem? Figyelj! Hát hadd menjek előre. Igen, azt akartam javasolni, hogy elmegyek nyugodtan itt előre mehetsz. Előre megyek. És megpróbálok árvágni ezen a vizen. Aztán, mert amúgy az út a szélén megy tovább. Szerintem itt kéne, nem? Ajaj. Ujjjj. Ez itt nagyon mély. Vagy pedig kerüljünk? Az meg nagyon meredek, nem? Itt balra. Hát az lenne az út. Megpróbálom, mint ez. Ez itt nem olyan rossz. Nem baj, szerintem itt amúgy is külön kell mennünk, mert súlypont. Oké, okay, ja, itt felborul rá valószínű, tehát. Jó. Szép lassan átrángatom magam. És ott az a kapun, azon menjünk be. Mindjárt megnézem, hogy pontosan ez hol van. Ez a, ahova kell vinni ezt a trélet, de szerintem ezt pont ide be kell vinni amúgy. Jó, tökéletes. Ah, igen, ezt be kell vinni, jó. Nekem lassan tankolnom kell, majd megtankolok, szóljál, hogyha neked is kell. Nekem is félig van. Akkor fasz, akkor tudom tankolni. Ja, itt kell leadni ezt, mi? Igen. Szóval én ezt itt le is akasztom neked. Oké, akkor én is leakasztok, te meg akkor tudsz tankolni addig, jó? Oksan. Kihúzom az ért. Na, meg is tankoltam, le is állítom a muszolc eddig. Akkor hagyjuk a izét? A sötétet? Azt mondod? Hát még mehet. Oké.
Még csak 7 óra lesz. Meg kéne fogadnom azt a küldetést, hogy aktiválnom kellene, hogy lássam. A Lost Trailer. Tökéletes. Valaki letett egy pótot, mi? Nem tudom, hogy miért itt akasztotta. Jó, akkor legalább ez is megvár. Ez egy ilyen plusz feladat, ezzel nem számoltunk. Milyen köd van, te Jézus Úristen? Na, hova az anyjába kell ez vinni? Úristen, mekkora sár van itt? Ez még a kicsi. Ez a kicsi sár? Aha. Oké, köszi. Itt valami fűrészteled van egyébként. Azt a betyár. Megvan. Juhú! Megtankolok, azt mehetünk tovább. Akkor a village fele? A torony fele. Torony fele, ja. Ja, te világítasz ilyen nagy... Mondom, mi ez a iszonyat nagy fény, basszus? Ja, hát... Nem van lámpa. Igen. Munkalámpa. Ezen van. Ezért mondtam, hogy amúgy nyugodtan van a sötét. Erre is lehetett volna rakni ilyen plusz lámpákat, kár, hogy nem raktam. Mondjuk hátsó lámpákat azt lehet valahogy kapcsolni, nem nagyon meg. Hát nem. De kár. Meg tankolást gyorsan. Tökéletes. Még jó, hogy elhoztuk. Nem értünk volna első egyáltalán. Sőt, itt már lehet egyik járművel a másikba is tölteni, de... Igen. Erre gyere. Csak megfordulok. Ja, jó. Ugye itt bent a telepen kisebb a sár, mint az úton. Mindjárt csak csatlakoztatnom kell a trailer hegyeket itt. Ugye? Valakinek volt olyan... És azon is élek. Szerintem annyira kilógad... Ja igen, annyira kilógadan, hogy daru, hogy én nem tudok fölvenni egyet. Mit? Trélet. Ja, nem, jó ez. Egyébként elhúzkodom. Csak ugye macerás mindig izelni. Csörlőzni is, meg fölvenni. Oké, megyek. Rendesen porzik utána a sárba azzal. Hát ebbe van akarat. Hallod, megyünk kettővel be a sárba, basszus. A telepen. Egy aszfaltot vagy egy beton dobhattak volna a telepre legalább. Itt Oroszországban olyat nem fogsz találni. Hát ez rettenetes. Hallod, még itt a telepen belül is kettővel vagyunk. De? Te mondtad, hogy hát jó lesz Tajmirba, easy. Hát ő nagyon jó. Nagyon jó. Szeretjük. Megkaptad az OP tátrát. Nem engedtem semmit változtatni rajta. Ja. Jó, hát itt meg Strado van, hallod? Egy pillanatra megállunk? Hogyne. Meg kell néznem, hogy... Mekkora víz. Mennyire érzed magad keménynek? Én nagyon kemény vagyok már. Mert ez a torony egy dombomban fönt. Uh-huh. Viszont nem olyan, mint amit felszabadítottunk, ez annál húzósabb. Sima liba, hajrá! Menjek el, egyedül? Nem, megyek én, csak lesz egy út, valameddig megy,
És ott kell eldönteni, hogy merre menjünk, honnan kerüljük meg. Oké. Okay. Vagyis én honnan kerüljem meg, mert én nem tudok átmenni az erdőn. Uh-huh. Ugye a lábak miatt. Ami lehet, ha megviccelt a térkép, mert... Júj! Ne! Itt kisebbek a fák, mint gondoltam. Te ez a sziklás terep, ez jó nekünk? Úristen, ott nem fogsz te felborulni? Aha. Nem érem. Oké. Okay. Figyelj, én nem arra úgy, de... Így nekem jobban adja. Látok is valamit. Úgy jobb, úgy jobb. Látom, hogy hol megyek, vagy valami. Még kövesselek tovább, akkor azt mondod? Aha. Isten. Uha. Kezd az MTD határaim mozogni. Jézus Mária, ez nem nagyon meredek ez az út? Nem nagyon van csörlődési pont, nem? Azért halljátok egyre jobban, hogy pánikol. Hát, és ott arra akarsz fölvenni? Így? Kemény. Igen. Kemény. Hogy? És ez szerintem spontán jött, ez nem tervezett, ugye? Ez most spontán jött, mert érzékeltem, hogy a tátrának is sok a kő. Nekem meg az első kerekemet konkrétan úgy megvezeti. Én meg két pótkocsival szerintem MTD-vel fölvegyek ezzel a lejtőn. Hát jössz, ameddig jössz, ezt felhúzlak. Oké. Okay. Rúgja a gyöppöt az MTD. Igen, mert a végén még ráadásul van egy sziklomlás is, azt biztos, hogy nem tudtuk volna megcsinálni. Azt a... Mondom, már meg lesz az oszlop, ha elakadnál. Ez a baj, nem tudok csörlőzni, mert ugye a második pót az tüzével van rajtam. Ezt tudom, de hogyha kellene, akkor kiúzod magad a póti, vagy a oszlopig. Jaj, utána biztos... Ja. Vagyunk, jó? Itt van, aki látó valahol? Látod azt a nagy erdőt itt velem szembe? Mindjárt meglátom, csak jöjjök fel innen, mert... Nem szereti ez az MTD ezt a két pótkocsit itt. Akaszd le a pótot, ezt felrangatom én azt. Szóval ja, akaszd a pótot, tehát teljesen elástad magad. Oké. Okay. Hátsó ledobva. Nagyon remélem, hogy arra fogtam rá. Kihúzom. Aztán utána téged is. Próbálkozok ám itt ezzel. Hogy? Megindultam, jó. Fasza. Jézus Mária! Na, de várjál, akkor nekem be kell menni a nagy erdőbe? Meg is kerülhetjük, amúgy már meg lehet. Mindjárt megnézem a térképet, pillanat, csak... Kicsit nyugalmi helyzetbe helyezem magam. Oké. Okay. Ja, hogy? Itt kell fölmenni. Aha, fölmegyek én addig. MTZ-vel, ha gondolod. Hát én meg megkerülöm. Akkor én megyek torony iránt. 150 méter. Vagy? Ja, nem, figyelj, itt végig tudunk menni. Szerintem nem. Szerintem csak te. Igen, oké. Okay. Akkor megyek arra én. Viszed azt a üzemanyagosat? Aha. Megkerülöm, mert másik oldalán könnyebben le tudunk jutni majd. Oké. Okay. Talán nem borulok fel, majd próbálkozok. Hát nagyon remélem, hogy nem akkor borulsz fel, amikor ott hagylak egyedül. Ja, izére... 600 méterre vagyunk egymástól. Ha ez egy nem, majd nem lesz.
Ez egy erdő. Ó, jó, mindjárt itt vagyok. Wow! Megvan! Megvagyunk! Ó! Vannak itt mentős dolgok még. Megjöttél, hallom? Igen. És hogy megyünk le? Hogy megyünk le? Itt jobbra, nem? Ahonnan jöttél? Azon az úton? Oké. Okay. Azon az úton lemegyünk. Mi szem a izé talmapótot? Ledobhatod. Mindjárt elkapom. Jó, nézelődök. Hogy az két küldi. Ajjajjaj. Jó, azt figyelj, vigyük be izét. A brickert, nem? Aztán... Igen, vigyük be. Szerintem vigyük be a bricket és menjünk célirányosan a másik tonajra, mert... Jajajaj. Én a tátrával nem tudok ilyen kis helyekre bemenni, küriket fölvenni sem. Persze. A következő részben megcsináljuk ezeket a mentősöket, ha úgy van. Az dob le, vissza van azt a izét, azt a... Engedd el. Oké. Okay. Hű, hát ez... Ja, az meredek. Jaj. Lefele úgy jöjjél mindig, hogy kéz fékbe van húzva. Okay. Nekem egész végigben volt. Ja, akkor csak azért jöttünk ilyen lassan? Különben izé, különben brutál a gép. Na nem áll. Mi történt? Ez itt a vízmosás. Nem olyan széles, mint én azt gondoltam. Na, meg nem olyan erős, mint gondoltam. Azért te hol vagy, Mare? Ha, bemenjek érted? Hú, le akartál menni a vízmosásba végig? Mhm. Bemenjek? Lehetséges. Megyek. Nem tudja, a kövek miatt nem nagyon tudtam elfordulni, mondom, akkor lendületből lejövök. Lendületből se jöttem le. Megyek, megyek. Bevágok valahol. Szólóba. Ahogy itt kell, hogy legyél. Nem is látlak. Figyelj, tudom, hogy gyere visz... Ó, ne, jó, akkor már menj arra. Látlak, oké, meg vagy. Fölfele kéne húzni. Jó, itt szólóba, itt te könnyen el vagyok a MTZ-vel, nyugalom, megyek. Vagy pedig itt oldalt, itt nem, jelen nem tudlak kiszedni valahol? Fölfele kéne, mi? Hát most, hogy őszinte legyek. Nem tudom. Akkor a füstöt csinálok, nem látom magamat, bázza. Kékerít az MTZ rendesen. Na! Nagyon fölfeküdtem. Mozog van amennyire? Nem. Várjál. Lefele biztos nem menne meg? Én is azon izélek, hogyha lefele megindulna talán. Arra, csak annyira balra, kiszedje minden. Az kemény.
Megpróbálsz ott jobb oldalra kimenni? Az a terv, csak pont elakad a daru. Ó, nagyon király. Megy ez. Na, esze, OP tátra. Hát, bazza, kijött onnan, ne viccelj. Hát de nem, mert lottól le akartam, hogy menjen. Hol a fenni? Hát ott nem, nem féltem. Azt a betyel. Én itt levetődök. Látom, nyilgáz, pattogás. Igen, ezt hiszem a pótkocsival sokat nem segítettem. Hát jó, mondjuk súlyban mennyi különbség lehet köztünk? Hát jó. Már csak a daru nélkül is van szerintem súly különbség. Na, megyek én is. Megindulok. Jó, figyelj, ezt a bricket lerakjuk, meg utána felfedezzük esetleg a maradékot. Szerintem az bőven elég. Igen. De mi figyelj, megcsináltuk meg még plusz még egy küldetést, úgyhogy az nem rossz. Kisebb éven fordulja. Oké. Ez volt az induló csel. Igen. Júj, more. Ez a tátra nem lesz a kedvenced, ugye? Alapon biztos nem. Azt a betyár, mi történik itt? Megtaláltam szerintem a legnagyobb gödröt. Oké, akkor arra nem megyek. Jó, megkapják a téglát a village-be. Örülhetnek be, azzal építhetik a házikót. Csak azt nem tudom, minek neki tégla. Itt minden fából van, majd meglátod. Bedobálják a izét, a tátrának az ablakát szerintem arra. Na. Jó ez, megjöttünk nem tudom milyen faluba. Nukrár, Ukránka. Uha, itt sárvad, nem? Hát én azért nem megyek ott, én már. Ajajajaj. Keresik alternatív útvonalat. MTZ bírja, figyeld! Valahol be kéne vetődni a faluba, mi? Szerintem itt te. Itt tudod, kik laknak? Na? Village peoples. Fúha. Jubi. Júj. Azért ez erős volt. Kellett még így. Na, oké. Akkor ezt leakasztom. Figyelj, én amondó vagyok, tankoljunk meg a picsába. A fenébe. Igen. Oké. Jó, én le is akasztom itt. Szerintem. Erre már nem lesz szükségünk talán, ugye a pautkocsira. Pautkocsira? Megnézem a másikhoz van-e végig út. Hogy az ott van benne. Jó, az üzemanyagot akkor elviszem. Hozzad, szerintem. Hát ha, a pótkocsi az talán már nem kell. Nincs izé? Ja, mentést nem csinálunk most, ugye? Az még kurva veszte van te. Én azt hittem, az nem is az, hogy kurva messze van. Nem jó helyeken? Nem jó helyen van. Kellett volna hozni az egyik a pótkocsit egy scout járművet, vagy valamit neked. Hogy ne tátrával kell végig szenvedni. Na most már megcsinálom.
Ú, én azt sem tudom, merre tűntél el. Ja, ott mész. Megfordult. Mész, mint az őrül. De kurva, tudod, milyen jól néz ki? Milyen nincs így. Hát muszáj, hogyha lendületet szerzek, nem akarok megállni. Igen, de tök jól néz ki tényleg, ahogy így dölögél. Ilyen nagyon életfű az egész. Daru is lobog. Hát meg csattog. Nem tudom, hogy ezért mennyire hallatszik ott. Azt hál' Isten, nem. De ugye lábak, mikor lifengnek, azért annak van hangja. Hát tudod, most ma velünk van a velünk van a szerencse, mindig süt a nap. Ugye? Amúgy igen. Eddig még nem esett az eső. De jó, hogy hoztunk üzemanyagot, úristen. Ilyenre mindig fel kell készülni. Azt a betyár, mi ez a rönkút, hallod? Hát kiszokod a vesém, amire átérünk. Jaj, te Isten! Na, aszfalta itt találkozhatsz amúgy. Na, ezen a telepen. Autópálya lesz már? Dehogy is. Az út az azért sár. Azt hittem, hogy autópályán kell végig mennünk már a Watchtowerig. Jó. Tudjuk neki. Remélem gumicsizma van rajtunk. Egy csúnya világ. Merre mentél? Úristen, nem látlak. Ja, ott vagy, oké. Okay. Követem az utat. Ez az MTD, ez. Szenvedés. Viszem az üzemanyagot ezerre. Azért nem vagyunk valami gazdaságosak, egy üzemanyagot elpazarlunk itt. Hát én tudom, mennyit eszek most, speciál? Na. Most 14 litert. Jézus. Ez csak egy ilyen... De volt, amikor elakadtam, főfutott 21-ig. Ez csak ilyen 5-6. 5-6. Jövök ám. Ennyit bír szerencsétlen. Hogy sem. Jelen. Hát egy darabig megyünk az úton. Oké. Okay. Felágazásig, aztán onnantól viszont nagyon erdőbe kell menni. Ezt nevezik útnak itt, ugye? Igen. Oké. Okay. És ez a jobb minőségű út, mert ez a térképen vastagabbal van szedve. Ja, hogy? Ez nagyon jó. Mert majd lemegyünk egy mellékútra, hát az... nem lesz ilyen. Figyelj, kell egy traktor cooling tátraeller a végén. Ne felejtsük el. A kettő gépet összevérjük, hogy melyik húz nagyobbat. Hoppa! Jó. Júj! Na aztán ott derül ki, hogyha elhúzza az MTZ, akkor egyáltalán nem oké. Akkor most szuper lesz, igen. Á, jó az. Egyébként összkereket bekapcsoltad? Be. Hát az csalás, hallod. Nem kellene. Nézzük, kikapcsolta, hogy megy. Lehet, hogy gyorsabban, hallod. Kevesebbet eszik, sporolj az üzemanyaggal, hallod? Kevesebbet eszik. 12-t eszik így is. Egyébként én hallok ilyen csipogó tolatás hangot tőle, csak azt nem értem, hogy lehet, hogy bebugolt. Jaj. Most elkezdtem tolatni vissza, hát elmúlik. Hát, hogyha egyébként a... Még meg se ettem a fasírozottas szervicsevet, amit csomagolt az asszony vele. Az útra. Hát szerintem nem most kezdj bele, mert igen pattogós lesz a... Abban itt nem, itt van egy egyenesebb szakasz. Hoppá! Hát ez... Két falatot tudsz venni. Megint nagyon jó ez az út. Annyira aggódta, ezt mondta, nehéz a... Milyen map ez? Mi a neve? Taimi Régió. Drumlandlands. Elsüllyedt földek. Hallod? Hát ez egy ez super easy. Én annyira látom már, amikor elkezdjük azt a bizonyos küldit, amivel nagyon sokat lehet szopni. MTZ-vel?
az alapjáték, alapjárműve is. Van, mondom, ilyen robikapa, hogyha túl nehéz, vagy túl könnyű lenne. Mert annyit mondok, itt van olyan küldetés, főküldi, hogy szeizmológiai jeleket kell keresni. Az tök jó. És az nincs meghatározva hol, hanem csak úgy nagyjából, vagy hol? Úgy nagyjából jelzi, hogy itt. Aha. Ez jó. És megsugom, az még a SnowRunner mappon is rosszul van fönn. Mert van a három jelzésből kettő rossz helyen van fönn. Ja. Szóval ott azt megnézném amúgy, hogy ott olyan telepek vannak, hogy fú. Oda viszont izé kell, kamion. Van izé. Na, mert azt csak izére lehet főtenni. Van ilyen pici zil. Az pont jó lesz, 130-as. Utcai gumival. Igen. Amikor nem tudsz már mit mondani, hogy igen. Az épp ideális lesz. Ja igen, amúgy bejöttünk a kis útra. Nem tudom, észrevette, de... Ez a kis út? Hát ez megint egy... Csoda, egy stráda. De nagyon hatékonyak vagyunk. Jó, hogy kimondtad. Nagyon jó, hogy kimondtad. Hogy? Hatékonyak vagyunk. Abban a pillanatban lekotlottam. Szóval hozom az üdítőt, üzemanyagot. Akármikor. Ez, nekem most ez a dolga itt. Na? Mi a terv? Nézelőd. Ilyen tankolat szó akarsz addig. Úgy rossz oldalról jövünk. Ne! Vagy hát innen is meg lehet csinálni természetesen, csak a másik oldalról könnyebb. Hát akkor figyelj, jó is, hogy erre jöttünk. Ja. Nem jó a túl könnyű. Még szerencsé, hogy erre jöttünk. Ja, tényleg. Jaj. Lehet a végén akkor egyedül maradsz viszont. Mert olyan terep lesz, ahol nem hiszem, hogy átmegy. Jó, ott már bekapcsolhatod az első kereket is, ha akarod. Mellső hajtást is. Nem azért, nem fog átmenni, szerintem nem fog elférni. Ja. Egy dorustáltrával kell scoutolni. Nyilván nem. Ez egy jó ötlet volt. Na, itt van egy tábla, várjál, én elolvasom, tudok oroszul. Ja. Mondtam. Na, mi van? Azt írja, hogy piros darus tátrával ne menjél be ide. Ó, oh, az volt rá. Tényleg? Igen. Átvágás a Majomhegyhez. Átvágás lesz, szerintem. Hát itt figyelj, egyenesen tovább. Van itt egy... Egy izé jó minőségű híd, szerintem. Jó híd. Olyan széles, mint a tátra. Ojjaj. Meg még deformálódnak is, nem itt a hidak, vagy mit nem. De. Ujjjj. Oké. Okay. De várjál. Itt jobbra fölkagyarodik az út. Arra kell igen menni, aha. Na ezt még én is értem. Mert ezen egy nemzetközi jel van. Melyiken? Hol? Itt előttem. Hoppá! Izé van. Ventilátor. Ahhoz ventilátor, igen. Igen. Only fence. Na de... ja, only fence, igen. Na de azt akartam kérdezni, hogy ha az előző táblán az volt, hogy csak piros darustátrával nem lehet bejönni, akkor mondjuk ha zöld darustátrával jövök, azzal bejöttem volna? Azzal igen, azzal lehet. Propeller. Itt ilyen szélerőmű van, vagy valami ilyesmi szerintem.
Hát itt komolyan egy belső részletet ér. Oh, itt is egy propellerje, jól van. Hallod? Hát ez fölbész mindenhova. Nagyon megy neked ez. Szerintem lehet, hogy ezt kell megtartanod. Egész végigjátszás alatt. Hallod? Én csak MTZ-vel, te csak Darustátorával. Na, átadom a terepet. Miért álltunk meg? Mert itt a torony. Ne! Hát ez nagyon gyors volt. Ó, oh. Na, hány... Oda, föl lehet menni, hajra. Hova? Oda? Oda. Uh-huh. Hát itt el lehet menni, toldod, figyeld. Itt jobbra. Hát igen, te tudsz, én biztos, hogy nem tudok elmenni. Na, mindjárt küldöm neki. Lehet, hogy ez nagyobb is az a MTZ, most belegondolva. Na, akkor csinálunk egy traktor poolingot a végén? Hogy ennek az örömére, hogy ez most megtörtént itt? Persze, visszaugratunk a rázsba. Oké. A trélereket nem lehet ugratni, ugye? Azokat nem. Nagyon szomorú. Nagyon szomorú. Itt marad. Ne, nem marad itt. Tudod, hol visszük? Hova? Talattunk van egy összeomlott warehouse. Oda. Jó. Jó. Oké. Megtörtént. Megtörtént. Egyébként levisszük aztán, ja. Jó, itt hogy megyek? Azt is elmentünk egy benzinkút mellett. Mindegy. Na jaj, lehet, hogy én nekem itt mindjárt erre kukurász. Na, hatékonyak voltunk. És igen, majd az upgrade-eket is összeszedjük amúgy. Uh-huh. Csak arra még gépet kell építeni. Hogy az anyámba amúgy... megyek leérítve? Azt a betyár. Úgy, ahogy fölmenti. Én egy másik udvaronat választottam, nem a legjobb. Toronyirán próbáltam. Hol vagyok? Ott jó is lesz, mert van egy út veled szemben valahol. Ja, pont ide érek le, ja, az jó lesz. Szegény MTZ. Kínzom itt. De akkor ez a tátra mit mondjon? Biztos vagyok benne, hogy az oroszok, szovjetek, azok belevitték ilyen helyekre ezeket. Tuti. Itt van egy kis víz. Legalább lemosom a kerekeket. Pont jókor jön. Csak egy pici. Szerintem itt lecsatolhatod amúgy. Ja, jó helyen lesz itt. De úgyis majd jönni kell. Legalább lesz itt egy végszükség esetére. Na, akkor visszaugratunk, azt nyomunk egy izét, egy pullingot. Nyomunk hát. Oké. Okay. Daruval a hátán? Persze, nagyobb lesz a tapadásod, ne viccelj. Hol, kint az utcán? Vagy itt? Nekem mindegy. Itt is csinálhatjuk, itt jó az aszfalt. Na. Hát csak nem duradik el a kötél. Várj. Legyen szép napos idő. Ez az. Oké, mehet? Várja. Összkerék, minden legyen. Mehet. Ajaj, elszakadt, de úgy vittél ide a rongyot, úgyhogy teljesen mindegy. Á, elszakad, ja. Egyébként ez gáz, hogy elszakad. Túl nagy a nyomaték. Igen. Jó van, akkor szerintem jó teljesítettünk. A következő részre kitalálunk újabb feladatokat, aztán akkor érkezünk. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönjük.
Szavaztok. Sziasztok.